Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Egy kármikus fordulat. Ez a felvétel egy személyes videó, egy személyes jóslás Arekito számára. Kedves Arekito, üdvözöllek téged, ez a te videód, és itt kármikus témákról van szó. Mielőtt elkezdeném a horoszkópodat elmagyarázni, szeretném elmondani azt, hogy mit jelent kárma, és mi ez a kármikus fordulat. Nekünk van egy lelkünk. A mi lelkünk az elhagyja a testünket, elhagyja a földet a halálunk után, de a lelkünk az visszaemlékezik a múltról, és vannak érzelmek is. A lélek visszatér az isteni hatalomhoz. A jó Isten jóságos, és nem büntet meg bennünket, hanem mi visszatekintünk a múltra, átnézzük még egyszer azt, amit itt átéltünk a Földön. Ez olyan, mint egy film. Amikor ez a film befejeződött, akkor ezt úgy tudnám elmagyarázni, hogy a Jóisten megkérdezi a lelkünket, na, most hogy érzed magad? Ha a lélek azt mondja, én boldog vagyok, szabad, akkor elmúlnak ezek a kármikus témák, és a lélek az fellélegzik, és átmegy egy ilyen másik dimenzióba, így tudnám elmagyarázni. Viszont, ha a lélek miután megnézte a volt életét, mint egy filmet, és azt közli, én olyan szomorú vagyok, mert most utólag észrevettem azt, hogy én nem is éltem. Nem voltam boldog, soha nem voltam szabad, én olyan szomorú vagyok, és a lélek tele van könnyekkel. A jó Isten megadja azt a lehetőséget számunkra, hogy a lélek visszatérjen a földre, hogy valamit javítson a helyzeten. És ha ez így van, akkor van múltunk is, és ezt úgy nevezzük, mint egy kerék, a lélek benne van ebben a sorskerékben, mind addig, amíg ezeket a kármikus témákat megoldotta. A cél az, hogy boldogok legyünk, kiegyensúlyozottak, szabadok, és éljük az életünket. És mi ez a kármikus fordulat? Ezt is elmagyarázom. A horoszkópban van két kármikus csomó. Az egyik a lefele mozgó hold csomó, és ezt mi Ketunak nevezzük. Ez a sárkánynak a farka. És van egy felfele mozgó hold csomó, ez a sárkánynak a feje, és ezt mi Ráhúnak nevezzük. A lefele mozgó hold csomó Kétú utal a múltra, mindarra, amit mi átéltünk a korábbi életünkben. A felfele mozgó hold csomó mutat egy kiutat, egy sors utat, amit a lelkünk kiválasztott, mert szüksége van rá, mert ez szabadítja fel, de nem ismeri. Ez egy új út, vagy egy új életterület. Abban a pillanatban, amikor te megszülettél, a nyilas jegye kelt fel a keleti határon. Ez a te aszcendentusod. Ez elkísér téged az életed végéig. Befolyásolja a külsődet, a fellépésedet, a személyiségedet is. A nyilas jegye a tűz eleméhez tartozik, és mindig mozgásban van. Összeköttetésben áll utazásokkal, külföldi kapcsolatokkal is. Ez lehet egy belső spirituális út is.
A te születési horoszkópodban itt található a felfele mozgó holdcsomó Ráhú, ennek a sárkánynak a feje, és ez egy terület, egy életterület, ez a te személyiséged tulajdonképpen, ez számodra még ismeretlen. Mert te nem úgy kell, hogy élj, ahogy mások neked diktálják, hanem ahogy te szeretnéd. Éld a te személyiségedet, a külsődet, a fellépésedet, és erre van szükséged, mert pontosan ezt az életterületet választotta ki a te lelked. Szemben áll deszcendent, és ezzel a deszcendentussal nyílik egy új életterület, a hetes életház, és ez párkapcsolatra utal. Itt található nálad az ikrek jegye, az a levegő eleméhez tartozik, tehát kell a könnyűség, meg a kommunikáció is a párkapcsolatban. Viszont a te horoszkópodban, itt a hetes életházban, az ikrek jegyében van Szaturnusz bolygó, az a korábbi években, az ifjúságodban, az első életszakaszban nehézségeket, korlátozásokat mutatott ezen a területen. A második életszakaszban viszont segít abban, hogy itt kialakuljon egy komoly párkapcsolat. Ez a két kármikus csomó, Ráhú és Kétu, ez mozog más irányban, mint a bolygó, pontosan ellenkező irányban. A lefele mozgó holdcsomó Kétu másfél éven keresztül, szeptember végéig a nyilas jegyében volt. És itt voltak kármikus témák, ami a múltra utalt. Ez kihatott a te személyiségedre, és mind az, ami úgy körülötted volt, itt voltak változások, emlékek is. A felfele mozgó holdcsomó, Ráhú, a sárkánynak a feje, az szeptember végéig, másfél éven keresztül az ikrek jegyében volt, és kihatott nálad a hetes életházra, és ez a szerelmi kapcsolatokra utal, itt voltak megújulások, vagy új út, egy új irány, itt voltak változások. Szaturnusz bolygó, az a sorsnak a bolygója, és őrzi a kármikus témákat, gyakran megleckésztet bennünket. A te horoszkópodban ez az ikrek jegyében, a hetes életházban van, és kihat a párkapcsolat területére. Szaturnusz bolygó mozog, az indiai számítás szerint a bak jegyében, ez évben és jövőre is. Itt vannak sorsdöntő változások. A te horoszkópodban a bak jegye a második életházban van Vénusz bolygóval. Ez kihat a te nőiességedre, ez kihat a kreatív munkára, kihat a szerelmi kapcsolatokra, de a kettes életházban van, és itt értékekről van szó. Pénzügyi dolgokról, vagy egy belső értékről, és ez fontos, hogy ezt te most erősítsd, a belső erődet. Légy magabiztos, légy azzal tisztában, hogy mennyire értékes vagy, de ügyelj az anyagiakra is.
mivel itt anyagiakról, pénzügyi dolgokról is szó van. A te születési horoszkópodban itt található Vénusz bolygó, az jelenti a kreatív munkát, vagy egy saját céget, ennek az alapítását, megvan rá a lehetőség. A 12-es életházban vannak a titkok, minden, ami olyan titokzatos, és utal a múltra, utal kármikus témákra is. A te születési horoszkópodban itt található a Szkorpión jegye, a te holdad és egy visszatekintő Neptun bolygó. A hold az szimbolizálja az anyukádat és az anyai érzelmeket, de mutatja a te belső világodat, az érzelmeidet. Itt a 12-es életházban gyakran magány vagy visszahúzódás, mindig vannak ilyen életszakaszok, amikor visszahúzódó vagy nem mered kimutatni az érzelmeidet. Itt van egy visszatekintő Neptun bolygó, az utal csalódásokra, és a múltadra talán emiatt vagy óvatos. Neptun bolygó végül is az álmokat jelenti. Ha mi ebben hiszünk, akkor az megvalósul, de gyakran előfordul az is, hogy másoktól jön ez a Neptun hatás, és elmesélnek valamit, ez olyan mesebeljen hangzik, és gyönyörű, ami ebben hiszünk, és ez megvalósul, akkor szerencsénk van, de mi van akkor, ha ez egy hazugság, és kiderül, akkor csalódásokhoz vezet. És erre utal ez a visszatekintő Neptun bolygó itt a 12-es életházban. De ne a múltra gondolj ezekre a csalódásokra, hanem érezd Neptun bolygó hatását. Neked is vannak vágyaid és álmaid, higgy ebben, ez adja neked a belső erőt, ez a te belső titkod, és ez kihat az érzelmeidre, ez a hold energiája itt, és ez megvalósul, ha hiszel benne. Mint mondtam, ez a két kármikus csomó, Kétú és Ráhú, ezek mozognak, és most szeptember végén volt egy ilyen változás, egy ilyen kármikus változás, mégpedig azért, mert Kétú, a lefele mozgó holdcsomó elhagyta a nyilas jegyét, és jelen pillanatban a Szkorpión jegyében mozog. 2022. márciusáig kihat nálad erre a 12-es életházra, ahol a holdad van és Neptun bolygó, kihat az érzelmeidre. Azon kívül a Szkorpió jegye a víz eleméhez tartozik, az is az érzelmekre utal, itt lesznek megújulások. Ráhú, a felfele mozgó holdcsomó szeptember végén elhagyta az ikrek jegyét, és most a bika jegyében van 2022. márciusáig. Itt vannak kármikus témák, egy új irány, vagy egy kiút, és ez kihat nálad a hatos életházra, a munkára, meg az egészségügyi területre. Itt a hatos életházban van nálad a Mars bolygó, ez a te energiád, a te erőd, és ezt befekteted a munkába. De a Mars bolygó, az jelent egy férfit is. Lehet, hogy együtt dolgoztok, vagy a munkahelyen ismerted meg. Az lehet az ő munkája is.
De ez a jövő, mert ez kihat a jövődre, és itt lesznek változások. És most áttérnék erre a jóslásra. A jelenlegi helyzetedet itt ez a kártya mutatja, az érmék utalnak az anyagiakra, utalnak a munkára is. Itt lesznek változások, itt tanulsz valami újat, de jelentheti azt is, hogy dolgozz azon, hogy éld a személyiségedet, te nem itt a diák vagy, hanem a meister. Mert ez kell, hogy a dolgokat a kezedbe vedd, légy magabiztos, és mutatja a te belső értékeidet is. Ha múltról van szó, vannak szép emlékek, azt kell, hogy megtartsuk. Viszont vannak olyan emlékek is, ami szomorúságot vált ki belőlünk, ettől el kell, hogy búcsúzzunk. Az segít, hogy mi a napot éljük, és nem a múltat, hanem tekintünk a jövő felé. Mi az a múltból, ami téged erősít, azt mutatja itt ez a bot, és jelenti a tűz elemét, a te bátorságodat, egy új kezdetet. Azt is, hogy te ezt lelkesen csinálod. És mi az, amitől el kellene búcsúznod, azt mutatja itt ez a kártya, a halál. Ritkán halál esetről van szó, és szomorúságokról, de a képeknek vannak szimbolikus jelentései. Itt, ennél a kártyánál arról lenne szó, hogy zárd le azokat a dolgokat, a múltból is, ami téged elszomorít. Tekints egy más irányba, és mi a kulcsa a kármikus témáidnak, azt jelenti itt ez a hintó. Itt mozognak az események, és te irányítod itt a dolgokat. Ez a fehér ló mutatja azt, hogy légy magabiztos, higgy abban, hogy eléred a céljaidat. Ez a fekete ló, ez fékez mindent, mert utal a félelmekre. És te döntesz, hogy melyik irányba tekints. Mit értél el eddig? Itt a kezedbe veszed ezt a kejhet, ez mutatja a te érzelmeidet, de nem csak a tiédet, hanem mások érzelmeit is. És ez jelenti azt is, hogy mennyire finom a te lelked, mennyire érzékeny vagy. Utalhat spirituális útra is. Mit tudsz tenni, hogy tovább javuljon a helyzet? Itt kell egy irány, kellenek célok, és nem szabad ezt feladni. A tűz eleme mutatja a lelkesedésedet. És mit kell tanulnod az élet iskolájában, ezt mutatja itt ez a mágikus varázsló. Ez a te energiád. Ez itt a te varázs erőd, a te kisugárzásod. Bízz ebben, ez jelenthet egy spirituális utat is. És mit kellene ahhoz tenned, hogy te légy itt ez a varázsló? Azt mutatja itt ez a sebzett szív, kell itt egy gyógyulás, a gyógyító hatás. Persze jelentheti azt, hogy megvan nálad ez az energia, és tudsz másokat gyógyítani. Mi lenne az isteni üzenet számodra? Itt a kejhek mutatják az érzelmeket, a négyes szám a biztonság érzetét, itt át van nyújtva számodra valami, de oda kell, hogy figyelj rá. Ezek lehetőségek. Ez lehet számodra egy nagy szerencse is. És mi segít a te sors utadon, ha
ha vannak álmaid és vágyaid, mert ez megvalósul, ha hiszel benne. A lehetőségek ott vannak. Ugyanúgy, mint ahogy a 12-es életházban a hold és ez a visszatekintő Neptun bolygó szintén ezt közli veled. És a jövő, itt látható egy király, az lehet egy férfi az életedben, ez az érem jelenti a föld elemét, tehát itt reális dolgokról van szó, az álmok megvalósulnak. Ez a férfi segít neked, nem csak anyagilag, hanem ő nyújtja neked az értékeket, a belső értékeket is, és te értékes vagy számára, a párkapcsolat értékes számára, és ő segít neked. Együtt fogtok dolgozni, mint ahogy a horoszkópban is látható, Mars bolygó a 6-os életházban utal a munkára is. Kedves Arakitó, így tudtam a kármikus témát elmagyarázni. Köszönöm, hogy hozzám fordultál, kívánok minden jót, nagyon sok szeretettel, Dendera! És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!